Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangélium 9. részének 57-től 62-ig terjedő verseiből olvasom. A 9. fejezet záró versei ezek. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta Jézusnak: követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Szeretett testvéreim, itt ünnepélyesebbre kell venni a hangomat, mert számomra ezek a versek nagy betűvel vannak a Bibliámban. Legalábbis én így tekintek rájuk. 38 évvel ezelőtt, 83 márciusában eljutottam egy csendes hétre Torbágyra, Bia Torbágyra, még Liza néni idejében, és jól lehet, fönntartással voltunk a hívő világnak sok minden vonalán abban az időben, de Isten engedett beszorulni a saját szolgálatunkban, és küldött olyan testvéreket, akik segítettek a misszióban. Úgyhogy feleségem 3/4 évvel azelőtt eljutott egy lelkész feleségek csendes hetére ugyanoda, és én egy kicserélt, új életet nyert asszonyt kaptam vissza, és megindult, amit én vágyva vágytam, Fóton az ébredés. Fiatal asszonyok jutottak el szintén csendes hetekre, és alakult egy kis imakörük, beszélgetős közösségük, és én ezek után is komoly fenntartásokkal mentem a hétre. És ott ez volt az egész heti ige. Végig gondoltam, hogy én mit mondanék a következő mondatról. Másnap más hangzott, de jobb, mint amit én mondtam volna. De ez hagyján. A hét során a hangzó ige a Szentlélek erejében úgy hatott rám, hogy nem csak Isten derítette ki a szolgálatomról azt, amivel itt befejeződnek a sorok, hogy nem alkalmas az Isten országára, hanem nekem is meg kellett látnom ezt. És olyan elementáris erővel állított meg Isten a buzgó szolgálati utamon, és állított a helyemre, hogy ennek köszönhetők ezek a videók, de ennek köszönhető annyi minden, két gyülekezet ébredése, úgyhogy azt kérem a testvérektől, hogy most ennek az igének nyomán adjunk hálát együtt, hogy így hat az ige, ha a Szentlélek ereje társul hozzá, hogy ilyen erővel soha nem éltem át, mint ahogy ott ezt a mélységes megállító hatást. Talán a ifjúkorom megtérése, ige hirdetése volt ilyen, és ennek a reménységében hirdetjük az igét, hogy
kicsiben, nagyban Isten szent lelke dolgozik, bennetek is dolgozik. Jó volt látni, hogy Jézus követésében nincs alkudozás. Ő nem csinált reklámot az Isten országának, hirdette és mindenkit hívott. De amikor valaki azt mondja, hogy követlek akárhova mégy, akkor elmondja, hogy gondold meg, mert nincs fészek és nincs barlang. Hogy a rókáknak, a madaraknak van, neki nincs, és az ő követésében valahol ez érvényesül azok életében is, még ha otthonunk van, de hogy az bizony vállalással jár, ha Jézust követni akarja valaki. Aztán ő szólított meg valakit, kövess engem. Azt mondja az az ember, hogy hát előbb hadd várjam ki, amíg apám meghal, eltemetem, és utána megyek utánad. Jézus azt mondta, hogy nincs alkudozás. A halottak temessék el a halottaikat, természetesen nem azt jelentette, hogy ő nem figyelhetett az apjára, vagy pláne a temetése volt, de nagyon egyértelmű, hogy vagy most jössz, vagy akkor le fogsz maradni. És aztán még egy ilyet látunk, amikor valaki azt mondja, hogy hát előbb hadd menjek vissza, és búcsút veszek a házam népétől. Azt mondja, Jézus, nincs búcsú. Mert elkezdesz búcsúzkodni, és ott ragadsz. Tehát nagyon világos üzenet van ebben, hogy Jézus követése az nem egy ilyen lájtos jó szándék, hanem egyértelmű döntés, ahogy hallottuk már, hogy örömmel, azonnal, teljesen, egész szívvel. Mert aki az eke szarvára veti a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Áldott legyen ő, hogy bennünket nem alkalmasakat alkalmassá tud tenni, talán még öregen is arra, amire használni akar.